Minket sem kímélt, a megyeszékhelyen is megmutatta magát a tél kellemetlen arca. Több helyre is fölkerült a hirdetés, eladó a tiszaszálló csak nem 2 milliárdot kérnek érte. Kétszer is visszatértek a kabátokért, bizonyára nem rászorulók vitték el a kikészített ruhadarabokat. Jó estét kívánok, köszöntöm a Szolnok Televízió nézőit. December 28-án, kedden 19 órakor az Aktuáris látják a karácsonyi hosszú hétvége és a nap legfontosabb híreivel. A déli megyékben piros riasztást adtak ki a csúszós utak miatt, több helyen azt javasolták, ne kelljen senki útra, ha nem muszáj. Az elmúlt napokban hullott ónos eső nem csak a gyalogosan közlekedőket, hanem az autósokat is óvatosságra inti. A csúszós utak miatt 2 baleset is történt a napokban. Az elmúlt napokban és ma reggel is alapeszköz kellett, hogy legyen az autósoknál a jégkaparó, ugyanis a reggeli hideg órákban csak jégmentesítést követően lehetett elindulni a gépjárművekkel. Az ónos eső többfelé okozott károkat a megyében. A növényzetre ráfagyott ónos eső vastag réteget képez, aminek jelentős súlya van. A legkisebb fizikai behatásra is letörhetnek vastag ágak, amelyek már nem bírják el a jég okozta terhelést, és ezek az ágak hullhatnak rá akár közútra, gyalogos járdára, és veszélyeztethetik ezeknek a forgalmát, illetve ugyanígy veszélyt jelent még a közművekre is, hiszen ez az ónos csapadék ráfagy a villanyvezetékekre is, azokat is lehúzhatja, azokat is károsíthatja, és ezek miatt történhetnek akár áramkimaradások is. Ilyesmi ezúttal szerencsére nem történt, nem volt azonban balesetmentes a zord esős időszak. 2 járásra, a Mezőtúrira, illetve a Kunszentmártonira adott ki 3. fokú riasztást ónos eső veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat, és ezeken a helyeken történt összesen 2 baleset, az egyik Mezőtúron, a másik pedig Kunszentmárton külterületén. Mezőtúron a Széchenyi utcában egy személyautó csúszott meg, és egy villanyoszlopnak hajtott, amelynek a földkábelét is károsította. Itt a helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, illetve segítettek azt felhelyezni az autómentőre. Nem sokkal később történt egy másik baleset, ez a 45-ös számú főúton történt, Kunszentmárton külterületén, ahol egy autó szintén lesodródott az útról, majd egy fának ütközött. Az autósoknak azt javasolják, hogy mindig legyen az autóban jégkaparó, jégoldó. A jeget semmiképpen se próbálják meg ablaktörlővel eltávolítani. Sőt, ha éjszakára ónos esőt jósolnak, mindenképpen húzzuk föl a szélvédőről az ablaktörlőt, nehogy ráfagyjanak az ablaküvegre. Szerdán és csütörtökön sem árt az óvatosság. Folytatódik ugyanis az esős, hideg idő, ami reggelente jégpályává változtathatja az utakat. Megjelentek az első jégfoltok a Holttiszán, mindezek azonban csak mutatóba. Jégre lépni jelenleg még tilos, a jégvastagság azon a néhány négyzetméteren, ahol van, alig éri el az 1 centimétert. A biztonságos jégen tartózkodáshoz minimum 3 hét folyamatos mínusz, legalább 12 cm jégvastagság szükséges. Még csak a kacsákat bírja el, ők lépdelnek a jégtábla szélén, hogy onnan ugorjanak a hideg vízbe, picit lubickolni. Bár az első jégfoltok megjelentek a Holttiszán, ránézésből is megállapítható, hogy rálépni tilos és életveszélyes. Szemmel láthatóan ez a jégvastagság, ez igazából egy maximum 1 centiméter lehet. Látszik, hogy a partél, az igazából a jég nem teljesen megy ki a partélre, fel van olvadva, vizes a széle, és ez abszolút nem alkalmas semmire. A jégrelépésnek szigorú írott és íratlan szabályai vannak. A biztonság mindenek felett. Az első és legfontosabb, hogy legalább 12 cm vastagnak kell lennie a jégnek, ami eléréséhez a szakemberek szerint legalább 2-3 hét tartós mínuszfokos hidegnek kell lennie. Szintén fontos, hogy bármilyen vastagságúra hízott is a jég, folyóvíz jegére lépni tilos és életveszélyes. Szintén tilos járművel, így kerékpárral és motorral is jégen tartózkodni. Kivételt a külön engedéllyel rendelkező, szigorú szabályokat betartó, munkát végző járművek képeznek. A sporteszközök, így a szánkó és a fakutya használata engedélyezett.
Mindenképpen meg kell állapítanunk azt, mielőtt rámennénk a jégre, hogy ez valóban kellő vastagságú-e, eléri a 12 cm-t, és ez folytonos-e. Meg kell néznünk a jég állapotát, hogy azon repedések, mozgások esetlegesen láthatók-e, tapasztalhatók-e. Javaslom azt, hogyha a jégre megyünk sportolás céljából, akkor azt soha ne egyedül tegyük. Társaságban, legalább párban menjünk ki. Ha nagy Isten baj, probléma történik, akkor rögtön a segítségkéznél legyen. Baj esetén nem szabad kapálózni. Nyugodt mozdulatokkal próbáljon a bajba jutott felkúszni a jégfelületre. A többiek hasoncsúszva közelítsék meg, és valamilyen eszközzel, kabáttal vagy hosszú bottal próbálják kihúzni őt. A horgászok a vágott léket csak úgy hagyhatják el, ha messziről is jól látható módon megjelölik. Ez lehet nád, faág vagy egyéb eszköz. Amennyiben a lék nagysága meghaladja az 1 négyzetmétert, akkor jól látható biztonsági szalaggal 1 méter magasságban körbe kell keríteni. A vízirendészeti kapitányság munkatársai a fagy beálltával folyamatosan ellenőrzik a jég minőségét és vastagságát. Az adatokról a kapitányság honlapján lehet tájékozódni. Ez igazából, ahogy mondtam, 1 cm. Talán. Mindenki érdeke, hogy betartsa a szabályokat, így például azt, hogy éjjel sem szabad jégre lépni. Ha valaki nem tudja, hogy milyen vastag a jég, akkor a part széléről törjön léket. Nem árt az sem, ha megvárjuk, míg többen leszünk, és csak akkor hódolunk a korcsolyázás szenvedélyének, ha teljes biztonsággal megállapítható, hogy biztonságos a felület. Új tulajdonosa lesz, talán már van is, a Tiszaszállónak. Az egyik legismertebb ingatlanos honlapon hirdették meg a patinás épületet még az ünnepek alatt. Ma délelőtre azonban a felhívás eltűnt. 1 milliárd 800 millió forint, ennyire tartja tulajdonosa a Tiszaszállót. Az 1928-ban épített szálloda hamar a városkép elválaszthatatlan része lett. Alig készült olyan képeslap Szolnokról, amelyen ne szerepelt volna. A II. Világháború előtt a megyeszékhely egyetlen idegenforgalmi célpontjának számított, hiszen a kor prémium szolgáltatásait nyújtotta a Tisza közelségével, saját palackozott ásványvizével és a török fürdőkre emlékeztető balneológiai szolgáltatásaival. Még a 70-es, 80-as években is fogalomnak számított, aztán elindult lassan, de nagyon biztosan a lejtőn. Állapota, megítélése éveken át romlott, olyanná vált, mint a valamikori előkelőségét vesztett arisztokrata, aki már nem fényben és pompában fürdik, hanem a sárban hempereg, így előkelőbb társaságnak tagja már nem lehet. 93 esztendős korára újra eladó sorba került, 2 milliárd forintot sem kérnek, kértek érte. Az ingatlan.com oldalon jelent meg a Tiszaszálló eladása, ám ma délelőtt a honlapon már nem lehetett megtalálni a hirdetést. Az ingatlan valószínűleg gazdára talált, olvasható az ajánlatra kattintva. Jól indult, azután sikerült elrontani. Nem az ötlet gazdákon múlott, hanem a gátlástalan haszonlesőkön. Így jellemezte a napokban történt megdöbbentő esetet a Társadalmi Egyesületek Jász-Nagykun-Szolnok megyei szövetségének vezetője. A Szabad Fogas akció keretében rászorulóknak gyűjtöttek kabátot, ám azok végül illetéktelen kezekbe kerültek. Ez a Facebookon posztolt kép még idilli állapotot tükröz, az alatta lévő szöveg viszont kiábrándító. Azonnali hatállyal befejezi kabátgyűjtő akcióját a TESZ. A 3 éve indult Szabad Fogas akció keretében több tucat rászorulónak jutott használt, ám még jó állapotú, melegtéli kabát. Az adakozók kiakasztották, a szükséget szenvedők leakasztották az épület előtt elhelyezett fogasról a ruhadarabokat, ezúttal azonban mások is szemet vetettek a kabátokra. Amikor már ez az ajtó telisteli volt kabátokkal, és besötétedett, akkor itt a ház előtt megállt egy autó, majd még egy is, és a nepperek szépen elhordták a kabátokat. Nem nekik szántuk. Nem az ő kedvükért gyűjtöttük. A bejárat fölé helyezett biztonsági kamera rögzítette, amint megáll egy autó, kiszáll belőle valaki, aki leakasztja a legértékesebb irhakabátot. De hát azért biztos, ami biztos, még akaszt le egy másikat is. Nem sokkal ezután egy másik autó is lefékezett a ház előtt. Egy nő, meg egy pasi jönnek és válogattak. A válogatás alapján még van, amit majd így ide tesz, hogy ezt nem viszi el, és nem ám akármit célirányosan,
hogy aminek van is értéke. A kihalt szapári úton nem zavarta senki a hivatlan látogatókat. A mozgásérzékelő felvillantja a lámpát, látod, nem zavartatja magát. Egy rászorulónak egy kabát kell, és nem ötöt viszel egyszerre. Ezért úgy gondoltuk, hogy nekik nem gyűjtünk. A döntés talán nem végleges, jövőre remélhetőleg újra meghirdetik az akciót. Kérdés persze, hogy érdemes-e hitet, időt, erőt, energiát fektetni a jó ügybe, addig, amíg a kitett kabátok talán épp a szolnoki használt cikk piacon tűnnek majd fel. Súlyos vereséget szenvedett Szegeden a szolnoki olajbányász. Egy héten belül 3 fordulót rendeztek a férfi kosárlabda bajnokságban. Az oroszlányt hosszabbításban győzte le 23-án a csapat, amely csütörtökön azt a Paksot fogadja, mely tegnap nagy meglepetésre 12 ponttal nyert Székesfehérváron. A részletek előtt nézzük, mi lesz még a mai aktuálisban. Karácsonykor is ügyeletben, a polgármester idén is végig látogatta a munkahelyeket, ahol az ünnep alatt sem állt meg az élet. Honnan jöttünk, hová megyünk, szolnoki szakember is részt vett az átfogó régészeti kutatásban. Sokaknál munkával teltek a karácsonyi ünnepek is. A mentők, a kórházi dolgozók, katasztrófavédők vagy épp a MÁV munkatársai közül jó néhányan nem a szeretteik körében, hanem szolgálatban ünnepeltek, már ha volt rá lehetőségük. A polgármester, a megyei közgyűlés elnöke és a kormány megbízott, mint minden esztendőben, idén is felkereste az épp szolgálatban lévő szakembereket, hogy egy kis ajándékkal köszönjék meg egész éves munkájukat. Csomagok az autóban. 24-én reggel ilyen nagy pakkal indult útra a polgármester, a kormány megbízott és a megyei közgyűlés elnöke. Elsőként a MÁV kórház dolgozóit látogatták meg. Nagyon köszönjük, hogy egész évben, egész nap, gyakorlatilag 0-tól 24 óráig az egészségügy szolgálatában állnak. Nagyon köszönjük azt az áldozatos munkát, amivel egyrészt az egészségünket óvják, másrészt pedig a COVID elleni védekezésben kivették a részüket, és rengeteg élet megmentésében vállaltak szerepet. Ajándékcsomag, üdítő, édesség, csak néhány finomság, amivel szebbé és könnyebbé lehet tenni a karácsonyt azok számára, akik az ünnepek alatt is dolgoznak. Bízunk abban, hogy ez a járvány ez előbb-utóbb csak arra az útra tér, hogy visszavonulót fúj, és tulajdonképpen a normál betegellátásra fordíthatjuk minden energiánkat is. A szolnoki rendőrkapitányságon a rendőrök, polgárőrök és közterületfelügyelők várták a köszöntést. Ahogyan a betegségen sem tesznek különbséget ünnepek és hétköznapok közt, úgy a biztonságra is az év minden napján ügyelni kell. Szeretnénk megköszönni önöknek, önökön keresztül az egész állománynak az egész éves munkát, mind a 365 nap munkáját, és hogy 24 órán keresztül minden nap segítik, szolgálják a város és a megye életét. Szolnokon szinte valamennyi területen javultak a rendőrség mutatói. Ahogyan az elhangzott, a lakosság visszajelzése szerint is nőtt a biztonságérzet Szolnokon. Meg szeretném köszönni a társadalmi vezetőinek is az egész éves munkáját, hiszen egy hozzájárult ahhoz, hogy a város közönyi közbiztonsága tovább erősült az elmúlt évek tapasztalatai alapján. Teljes készültség volt a mentőknél is. 2021-ben mintegy 60 ezer esethez hívták őket, és több mint 50 ezer mintavételt végeztek megyénkben. Megköszönjük azt az áldozatos és nagyon komoly munkát, amit végez mentőszolgálat. Nem csak a Covid idején, nyilván a Covid vonatkozásában kihangsúlyozottan, de én azt gondolom, hogy az elmúlt években szinte minden nap. A kollégák egész éves munkáját köszönték meg itt is. Az épületen belül karácsonyfával, díszekkel és otthonról hozott süteményekkel tették ünnepivé a munkanapot. Több helyről kaptunk étel-ital adományokat. Többen átérzik most azt, hogy a mi kollégáinknak ilyenkor is helyt kell állni. Karácsony szent este, éjszaka, karácsonyi napokban is, akár szilveszter éjszaka is. Ilyenkor egy kicsikét meg szokott emelkedni a feladatok száma, de megfelelő kocsiparkkal és megfelelő létszámmal igyekszünk ezt ugyanúgy teljesíteni, mint mindenkor, mint máskor is. A szolnoki vasútállomáson 30-an voltak ügyeletben 24-én. Összeszokott csapat, így könnyebb volt a munkát ünnepi hangulatban végezni.
A forgalmi irodákat földíszítjük, tehát ahogy itt ezt az irodát is látjuk, égővel földíszítjük, vagy kis karácsonyfával földíszítik kollégák, ünnepi ételeket, ünnepi kalácsokat, üdítőket hoznak be, és így közösen, békésen telik meg hitten a karácsony. Mint minden esztendőben, idén is ellátogattak a Hetényibe, az NHS-hez, a helikopterbázishoz, és a megyei büntetés végrehajtási intézethez is, hiszen a munka ezeken a munkahelyeken sem állhatott le, még karácsonykor sem. Csörgedezik-e a mai szolnokiakban kelta vér? Lehet-e bármi közünk a Dél-Angliában élőkhöz? Meglepő ugyan, de egy nagy nemzetközi kutatás szerint nagyon is van. A Krisztus előtti évezredben nem csak kereskedelmi kapcsolat létezett az Alföld és Dél-Anglia között. Az archeogenetikai kutatáshoz a úgynevezett sziklacsontot szokták használni az archeogenetikusok. Ez itt található a homlokcsont tájékán. Ebben őrződik meg a legjobban az endogén DNS nagy százalékban, ugyanis ez egy belső csont, amiben nagy mennyiségben találhatóak csontsejtek. Egy minimális mennyiséget vesznek magához a mintához, amelyet később leporítanak, és nagy műszeres vizsgálattal kielemzik a benne található DNS genetikai mintázatát. A Damjanich Múzeum régészeinek feltárásai is bekerültek abba a nagy nemzetközi projektbe, amelynek első összegzését a világhírű Nature magazin adta közre. 800 régészeti mintát vizsgáltak meg a Harvardon, a Bécsi és a Yorki Egyetemen. A kutatássorozat hivatott megválaszolni azt a kérdést, hogy kik voltak a kelták, mekkora területet népesítettek be a kelta törzsek, ezek mennyiben keveredtek az őslakosokkal. A középső és később bronzkor folyamán jelentős kapcsolat állhatott fent Dél-Anglia, illetve Nyugat-Európa és a kontinens egyéb részei között, hiszen egyfajta genetikai hasonlóságot lehet felfedezni a különböző területek populációja között. Ezt régészeti szempontból mi már korábban láthattuk, megjelentek a kereskedelemnek különböző jelei, nyersanyagoknak a cseréje, illetve késztermékeknek, használati eszközöknek, ékszereknek a cseréje megjelent, hiszen Dél-Angliában és Európában is vannak erre a kereskedelemre utaló jelek. Jász-Nagykun-Szolnok megyében több kelta vagy kelta kori település maradványait találták meg a régészek, ezzel járultak hozzá a több mint 100 társszerző által publikált tanulmányhoz, amely egy meglepő ténnyel már is szolgálta a kelták vándorlását illetően. Egyelőre úgy tűnik, hogy inkább a nyugat-európai térségből volt beáramlás a dél-angliai térségbe. A kelták nem alkottak egységes államszervezetet, mint például a rómaiak. Törzseik azonban a mai Duna-delta Erdély területein is megtelepedtek, a Krisztus előtti 1300 és 800 közti időszakban. Súlyos vereséget szenvedett Szegeden a szolnoki olajbányász. Egy héten belül 3 fordulót rendeznek a férfi kosárlabda bajnokságban. Az oroszlányt hosszabbításban győzte le 23-án a csapat, amely csütörtökön azt a Paksot fogadja, amely tegnap nagy meglepetésre 12 ponttal nyert Székesfehérváron. Múlt csütörtökön többször hozta a frászt szurkolóira az olaj, az indisponált játékot kihasználta az oroszlány és 22 pontos előnyt épített ki, ám a szezonban nem először, az olajbányász komoly hátrányból is visszajött, és hosszabbítás után megnyerte a karácsony előtti meccset. Csak részben hasonlított a 23-aihoz a 27-ei meccs. A komoly hátrány Szegeden is hamar összejött, de a már-már hagyományosnak tekinthető olajfeltámadás elmaradt, a Szedeák pedig 24 pontos győzelmet aratott. Pedig a hazaiak sem brillíroztak, ám sok hibával játszva is 8-4-re vezettek. Ekkor Pallai dobott egy triplát, ennél közelebb azonban már nem férkőzött az olaj. 12-7-nél Potocsniknak időt kellett kérnie. Ugyanakkor az első negyedvégi 5 pontos hátrány egyáltalán nem tűnt vészesnek. A második negyed végén mért 11 pontos mínusz már fejcsóválásra adhatott okot, de még ez sem jelentette a világ végét, hiszen a csapat ebben a szezonban többször dolgozott már le, ennél nagyobb különbséget is.
Igen ám, de ahhoz szigorúbb védekezés, és a Szegeden bemutatottnál jóval jobb dobóforma társult. Most e kettőből egyik sem állt rendelkezésre. 7 perc alatt csupán 3 pontot szerzett a negyedik negyedben a Szolnok. A Szedeák viszont rendre megtalálta az olaj gyenge pontjait, ilyenből hétfő este volt elég sok. Az utolsó negyedre teljesen szétesett a vendégcsapat, a hazai viszont már örömkosárlabdázott. A 81-57-es végeredmény egyáltalán nem szívderítő. Csütörtökön hazai pályán lehet csorbát köszörülni. 18 órakor kezdődik a Paks elleni mérkőzés. Kedves nézőink, most pedig belelapozunk az Új Néplap szerdai számába. A karácsonyi után már készülnek a megye éttermei a szilveszteri rohamra, és egyre kevesebben szeretnének ugyanis időt és energiát fektetni az évvégi sütés főzésbe, ezért inkább megrendelik az ünnepi menüsort. A legkedveltebbek továbbra is a sültes és hidegtálak, valamint az igazi szilveszteri ínyenségek, például a malacsült és a lencse. A 110 éves szolnoki repülés történet Kvasz Andrásnak és az általa épített gépmadárnak 1911. november 26-án a Szandai réten történt le- és felszállásától íródik. Erről szólt a napilap összeállításának első része. A kezdeti szárnypróbálgatások után lassacskán fellendült az égi légi élet Szolnok térségében is. A Históriás könyv további fejezeteiben is Magó Károly zászlóssal, az MH-86. Szolnok helikopterbázis katonájával, a reptár munkatársával, 6 történésszel tallózik az Új Néplap munkatársa. Az elmúlt esztendő első fél évének főbb eseményeit kedden elevenítette fel az Új Néplap. Szerdán az utolsó 6 hónap koronavírus járványon kívül megesett megyebeli történéseit idézik fel. A megyei napilap Karcag és környéke, valamint ingatlan bazár oldalal is jelentkezik. Az aktuális végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Minket sem kímélt, a megyeszékhelyen is megmutatta magát a tél kellemetlen arca. Több helyre is fölkerült a hirdetés, eladó a tiszaszálló, csak nem 2 milliárdot kérnek érte. Kétszer is visszatértek a kabátokért, bizonyára nem rászorulók vitték el a kikészített ruhadarabokat. Kedves nézőink, Önök a Szolnok Televízió keddi hírműsorát látták, beszámolóinkat ismét megtekinthetik honlapunkon, valamint Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Ötleteiket osszák meg velünk a képernyőn látható elérhetőségeink valamelyikén. Már valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, honlap az a szerdán is hírek plusszal indítunk, 19 órától pedig az aktuálisban várjuk ismét Önöket, tartsanak velünk, viszontlátásra!